Most érkeztem meg a repülőtérről, itt vagyunk Bangkokban, az egyik kedvenc szállásomon, és mutatok nektek valamit, hogy mit lehet a szobából látni. Ez pedig Bangkok egyik legújabb turisztikai látványossága. Egy hatalmas felhőkarcoló, aminek a tetejére most fel fogunk menni majd. Ott van mögöttem. És megnézzük a panorámát, kicsit körbenézünk, úgyhogy gyertek, tartsatok velem! Na hát innen a szállásról gyalogszerrel elérhető a torony, a felhőkarcoló, úgyhogy gyertek, megyünk. És közben megmutatom, hogy milyen jó dolgokat lehet itt Bangkokban az utcán látni egy sima egyszerű séta során. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most nincsenek itt sokan, megvettem a jegyet, 965 bahtba került, tehát majdnem 8000 forint, hogy ide feljussatok a toronyba. Ugye ez 2018. december környékén adták át ezt a hatalmas felhőkarcolót, aminek ugye a Maha Nakhon Center, illetve egy ilyen Skywalk, ugyanis ki lehet menni majd, ezt már remélem meg tudom nektek mutatni. Egy ilyen üveg kis kiálló teraszra, és alattunk 314 méter mélység lesz. Megérkeztünk itt, hogy a lépben. Csibészek már, a liftezés is nagy élmény volt. Remélem jól kijött, hogy az OLED kijelzőkön mennyire jól megoldották azt, hogy miközben jövünk fölfele extra sebességgel, így Bangkok városképe ott legyen mellettünk a szemünk előtt. Úgyhogy itt vagyok a 74. emeleten, és megyek majd föl a 78-ra, de előbb körbenézek itt, hogy mit lehet látni. Innen is fantasztikus már a panoráma, ami elém tárul. Mögöttem látható üvegterasz van 310 méteren, és van még följebb is 4 méter, az pedig ott 314 méteren. Nagyon meleg pite gyerekek. Nem lehet fölvinni az üvegteraszra se fényképezőt, se kamerát, úgyhogy ezt nem tudtam levideózni, viszont másokat lekaptam. Hát tényleg elég klassz élmény itt fönt sétálni, illetve nézelődni. Miközben előttünk, a lábunk előtt hever egy közel 20 milliós metropolis itt Tájföldön. Most megjártuk az előbb Bangkok egyik legmagasabb épületét, ugye 314 méterrel szökellik a tengerszint fölé ez az épület és tör az égbe. Én egyszerűen csak a Maha Nakhon Skywalkot egy Lego épületnek szoktam hívni, ha láttátok közelebbről, ugye hiányoznak belőle kis darabkák, és kísértetiesen hasonlít egy olyan toronyra, amit gyerekkoromban mindig építgettem, egy ilyen Lego toronyra. Ugye 314 méter magas, 78 emelete van,
75. emeletig fel lehet menni azzal a szuper lifttel, szerintem azt nagyon-nagyon jól megcsinálták, és utána fel lehet egy másik lifttel menni, vagy fel lehet sétálni ugye az üveg kilátóhoz, az van 310 méter magasan, és onnan még 4 métert fel lehet menni, és akkor az egész várost gyönyörű szépen meg tudjátok tekinteni. Körülbelül ugye ez ilyen 8000 forint, tehát majdnem 1000 watt a belépő, elég borsos. Nyilván vannak ennél olcsóbb megoldások arra, hogy egy tetőteraszra felmenjetek, például a Lebua tetőterasz, ahol ugye a másnaposokat forgatták, az sincs innen olyan messze. Ott ugyan fogyasztani kell, tehát minimum egy sört be kell vágni, nyilván nem olyan áron, mint amit itt lent alul lehet kapni a boltokban, vagy akár a szállodában. Ez egy kicsit drágább. Szóval azt gondolom, hogy ritkán mondhatjuk el magunkról, hogy Bangkok egyik, hanem a legmagasabb épületében járkálunk. Ugye, úgyhogy én azt gondolom, hogy megéri kicsengetni ezt a 8000 forintot. Ha jártatok Bangkokba, hát azért, hogy még egyszer felülről megnézzétek. Ha meg még nem jártatok Bangkokba, akkor meg azért, mert kicsit könnyebben át lehet látni a várost, lehet látni a Csajopráját, el lehet látni a Lumpini Parkig, a Asiatic Cityt meg lehet nézni, el lehet látogatni a Királyi Palota irányába. Ugye egy kicsit jobban átlátható képet lehet kapni a városról, mint itt alulról. Ugye alulról csak felhőkarcoló, és lényegében így nézünk fölfele, és csak hatalmas felhőkarcolókat látunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha erre jártok, akkor ugorjatok be, egy nagyszerű kis órás, másfél órás program lesz ebből a felhő karcoló látogatásból. Remélem tetszett ez a mostani videó, úgyhogy ha igen, akkor legyetek szívesek, iratkozzatok föl, és találkozunk a következő részekben. Sziasztok!